Mihály Zsolt és családja Nyárádszent Simonon élnek. Otthonuk és a hozzá tartozó terület rendkívül színes programoknak ad teret, amelyek mind a népi kultúra köré szerveződnek. Legyen szó néptáncról, népdaltanításról, kenyérsütésről, szabad állattenyésztésről, vagy akár gyümölcsfa oltásról. Tevékenységeik által az ősi székely falvakban élő emberek tudását szeretnék tükrözni. Hogy érzed, hogy a célkitűzésetek az megvalósulni látszik? Jól érzed magad így ezek között a körülmények között, ami jelenleg ti teremtettetek meg? Én azt látom, hogy egyre nagyobb az érdeklődés, hiszen az emberek érzik, hogy ez egy olyan igazság, amire szükségük van, ha meg sem fogalmazódik bennük, de azért vonzódnak, mert igénylik a természetközeliséget, a szabadságot, és a szabadságot lehet látni az állatokban, a nagy térben, ezáltal ők jobb kedvre derülnek, és mi lenne a lét legfontosabb értelme, hogy boldogok és szabadok legyünk, hisz erről szól a költészet és a művészetek, ezt fogalmazzák meg a hétköznapjainkra. 2009-ben jött létre az első közösségeket erősíteni vágyó kert, amelyben hazai gyümölcsfákat örökítettek tovább. Szarvas József tündérkertnek nevezte el, és ezzel a bűvös névvel terjedt el szerte Kárpát-medencében. Kovács Gyula és családja volt az, aki az évek során szorgos kultúramentő munkát végzett, és ennek eredményeként ma már több mint 300 tündérkert ékesíti Kárpát-medencét, amelyek közül az egyik Nyárádszent Simonon található. Az egész életem hatalmas hiányérzetben telt el. Nem tudtam, mi az, hogy közösség. Nem tudtam. Én voltam kis tag, voltam úttörő, voltam kisdobos, voltam szakszervezeti tag, volt, mindenféle tag voltam, de nem tudtam, hogy mi az, hogy közösség. És Gyulától hallottam először, hogy van olyan nemzetépítő gondolat. Az ebből lett közösség erősítő szándékú munka. Idén Kovács Gyula küldeményeként egy neves csemetével bővítették a Nyárádszent Simoni tündérkertet, hiszen Szarvas József elhozta a Kovács Gyula által küldött Petőfi körtefa egyik oltását. 1849-ben Petőfi Sándor székely keresztúron járt, volt, ott vendégül látták háromféle puliszkával, ott egy körtefa alatt elbeszélgettek vele, és aztán ő eltűnt. És azt a körtefát, az 1900-es évek elején egy nagykedei polgár arról tudott. Egy nagykedei polgár átment szomszéd faluba, leoltott egy vesszőt, elmentette, majd Kovács Gyula később elment nagykedélyre, szintén az már abból a oltványból, abból a fából oltóvessző metszet adalanyba beoltotta, elmentette, és én azt most Zsámbékről visszahoztam ide Nyárádszent Simonra. Mert a legendáinkat, ugyanúgy, mint a kultúrának minden ágát ápolnunk, élnünk, gondozunk, organikusan élnünk, ápolnunk és gondozunk kell. A legendáink ugyanolyan fontosak, mint egy most elültetett gyümölcsfa, ugyanolyan fontos, mint egy vadalanyba volt a gyümölcsfa, vagy mint egy elvetett paradicsommag. Ugyanolyan fontos. A tündérkert mellett a művésztelep a másik olyan projekt, amelynek szintén Nyárádszent Simon ad teret. Az erdélyi képzőművészek közül egy jelentős szelet képviselteti magát a művésztelepen, ahol a hétköznapi élet összefonódik a kultúrával. De ez úgy indult, ez az alkotótábor, hogy nem volt megszabva a tematika. Eljönnek az alkotók, ugye van annyi időnk, mondjuk 10 nap, az nem sok, de nem is kevés, hogy 7 alkotó van meghívva, van festőművész, fotós, média művész, szobrász, és ezek az alkotók ugye Székelyföldről jöttek, Budapestről van egy alkotó, de ez nem igaz, mert ő ugye Székelyföldön lakik már, úgyhogy ezek a 7 alkotóval indult ez az alkotótábor. Most már folyamatában kezd kibontakozni 4 nap után egy kép, hogy ki milyen irányba indított el az alkotását, hiszen azelőtt volt egy fehér vászon, volt egy darab fa, abból még nem lehetett látni semmit,
és igenis a környezet határozza meg, hiszen a kultúránkban mindig a környezet határozta meg az éghajlat, az ember viselkedését, milyen másképpen viselkedik egy erdélyi ember, és milyen másképpen mondjuk egy nyaralmenti ember. Olyan az éghajlat, a maga a műveltséget az éghajlat határozza meg, mint ahogy ez a környezet, ez az éghajlat, ez a képiség, ez a lelkiség határozza meg, hogy milyen műalkotások fognak létrejönni. Nem véletlen, hogy éppen ezen a Nyárádszentsimoni településen szervezik meg a művésztelep alkotótábort, hiszen annak idején Balázs Imre festőművésznek is ezen a telken állt a saját háza. Az akkori kor jeles alkotói közül többen is megfordultak ezen a helyen, és ennek eredményeként munkák jöttek létre. Ennek a lelkiségnek az építése, továbbvitele ez az alkotótábor.